Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Először is szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy Magyarországon, saját hazámban beszélhessek azokról a témákról, amelyek igazán érdekelnek, és amelyekkel foglalkozom minden nap Brüsszelben, Belgiumban és Európa szerte. Ahogy már a felvezetőben is említették, az Európai Kerékpáros Szövetségnek dolgozom, Eurovelo és Advocacy igazgatóként. Az Európai Kerékpáros Szövetség egy olyan szervezet, amely a kerékpárt használókat, azt a 500 000 embert, aki a tagszervezeteink tagjai képviseli Európában. Egy fő célunk van az, hogy még több ember bringázzon még többet. Igen, egyszerű. Mindegy, hogy ez a bringázás, ez közlekedési vagy turisztikai céllal történik. A másik funkció, amit említettek a bevezetőben, az az Európai Turizmus Manifesto. Ez egy kicsit tágabb társaság, ahol dolgozom, és egy alelnökként képviselem őket. Ez az európai turizmus teljes spektrumát lefedi a légitársaságoktól a vasúti közlekedésen keresztül a szállodaiparon át. Az a fő célunk, hogy az európai turizmust feltegyük az európai szakpolitikák térképére, és a megfelelő támogatást megszerezzük az európai turizmus számára. És azért gondoljuk azt, hogy erre szükség van, mert körülbelül 560 millió turista, nemzetközi turista fordul meg Európa országaiban évente. Ezek összesen 400 milliárd euró vendégköltést generálnak, és ez körülbelül az EU GDP-jének 10%-a. Tehát a turizmus szektor igen jelentősen járul hozzá az európai gazdasághoz, és az európai foglalkoztatáshoz is 27 millió fő foglalkoztatásával. Összefoglalhatóan mondhatjuk, hogy az európai turizmus az európai gazdaság egyik fő pillére, viszont azért azt el kell mondanom, hogy európai turisztikai szakpolitika nem létezik. Sajnos ez nem egy túlzó állítás. Azaz szemben, amit hallottam az előttem szólóktól, hogy Magyarországon a turizmus a kormányzat milyen szintjein, milyen módon van reprezentálva, sajnos Európában ezt nem mondhatjuk el, hogy pont ezt szolgálja a Turizmus Manifesto csoport, hogy ez megváltozzon. Úgyhogy erre kérem is a magyar kormányzat képviselőit, hogy segítsék a lobbinkat Brüsszelben, az európai intézményekben, hogy a turizmus minél inkább elismerjék. Annál is inkább érdekes ez, mert a turizmus folyamatosan növekszik Európában. A turizmus volt az egyetlen olyan ágazat, amely a válság ellenére növekedést produkált folyamatosan 2008-ban és azóta is. De azért azt látni kell, hogy Európa úgy általában egy jelentős verseny elé néz globálisan, bár még mindig Európa a világ vezető turisztikai desztinációja. De kérdés, hogy mi a turizmus jövője? Amit Európában látunk, az leginkább az, hogy az egy-két napos városlátogatások, a mesterséges attrakciókra épülő utazások, Európán kívül is síelni, menni Dubajban és hasonló turisztikai termékek egyre erősebb szerepet játszanak a piacon. És hát nyilván, hogyha Amerika felé tekintünk, akár még az űrturizmus is szóba kerül. De aztán persze kérdés, hogy ez a jó irány, ha turizmusról beszélünk. És mik ennek a hihetetlen turisztikai növekedésnek a mellékhatásai? Ez egy közelmúltban készült kép a Velencei Szent Márk téren. Nem biztos, hogy így szeretnénk látni turistákat Európa vagy világszerte, és nem biztos, hogy ezt szeretnénk elérni. Pedig azzal, hogy a turizmus növekszik, mi magunk is hozzájárulunk ehhez. Hát nyilván, hogyha a turizmus mellékhatásairól beszélünk, akkor az overturizm, a túlturizmus, nem tudom, erre van-e magyar kifejezés, térben és időben a turizmus erős koncentrációja, ez egy olyan kihívás, amelyre mindenképpen válaszolnunk kell, és nem csak az európai tengerpartokon, ez itt van Magyarországon is. Pontosan tudjuk, hogy a belvárosban, hogyha a Szent István Bazilika mellett a kerékpárútra pillantanánk csúcsidőbe, akkor igen komoly zavarás van abból, hogy a kerékpározók, az itt élő városlakók és a turisták ugyanazt a területet próbálják használni. Térben és időben erősen koncentrálódik. Szeretnék szintén reflektálni az előttem elhangzott előadásra. Magyarországnak a turisztikai statisztikái kapcsán látszott, hogy ott is milyen erősen Budapest központú a turizmus. Azt hiszem 10 millió vendégéjszaka volt Budapesten, és a következő az messze, két nagyságrenddel lemaradva követte Budapest. Tehát ez jellemző egész Európára. Tehát amellett, hogy a turizmus növekszik, ez a növekedés egy-egy gócpontban koncentrálódik.
A turizmus ráadásul növekvő egyenlőtlenségeket hozott. A turizmus bevételek jó része, ha akarjuk, hanem néhány nagy multinacionális cégnél csapódik le. És ez még akkor is így van, ha manapság nagyon sokat hallunk arról, hogy az úgynevezett sharing economy majd megoldja az összes problémánkat. Hogy azáltal, hogy bárki kiadhatja a lakását Airbnb-be, az átlagos magyar polgár is részesedni fog ebből. Ez egy hazugság. Ez egyszerűen egy hazugság. Azok az emberek adják ki a lakásukat, pontosan tudjuk Budapesten is, akik alapvetően jómódúak, legalább felső középosztályba tartoznak, vagy inkább a gazdagokba. A sharing economy nem okozott ilyen tekintetben áttörést a turizmusban, és hogyha nem változnak meg a turizmus politikák, ez nem is fog. Sőt, hogyha ez így halad, láthatóan például az Airbnb Budapesten, de egész Európában is a helyi lakosság hozzáférését a megfizethető lakhatáshoz ássa alá. Tehát a turizmus szakpolitikának igenis foglalkoznia kell azzal, hogy milyen egyéb mellékhatásokat generál a társadalom gazdaság számára. És hát beszéljünk a légszennyezésről is. Ez is egy érdekes téma. Nem csak a üvegházhatású gázok kibocsátása, de például a szén, vagy a kénmonoxid kibocsátás, amelyet például a nagy tengerjáró hajók, de a folyójáró hajók is, szállodahajók is kibocsátanak. Egyébként ilyen szempontból jó helyen vagyunk, mert itt Budapesten is a rakparton nagy örömmel fogadtuk őket, hogy megérkeztek hozzák a turistákat Budapestre, de azt látni kell, hogy a egy darab ilyen óceánjáró társaságnak, a Carnival Cruise-nak a hajói több kén monoxidot bocsátanak ki, mint az összes európai autó együttvéve. Annyira szabályozatlan ez a része a piacnak, és olyan erős környezeti hatásokkal jár, megkérdőjelezhető gazdasági hatások mellett ebbe a térségben, hogy érdemes ezt átgondolni, hogy valóban ezt szeretnénk-e. Valóban egyáltalán értelmes arról beszélni, hogy hány vendég éjszaka, vagy hány turista érkezik Budapestre, ha azok pöfékelő hajókon töltik az éjszakákat. Nem biztos, hogy ezt a fajta turizmust kellene támogatni, sem Magyarországon, és Európa szerte sem. És akkor olyan a kerékpáros turizmus, a másik fő téma. A kerékpáros turizmus ilyen tekintetben megoldást kínál mindezekre a pozitív gazdasági társadalmi hatásokra, amelyekről beszéltünk, és mindezt mellékhatások nélkül. Tehát ez tökéletes, nem? Tehát gyakorlatilag megvan a válasz minden problémánkra, csak kerékpáros turizmust kell fejleszteni. Azt kell mondjam, ez így van, ez nem vicc, ez tényleg így van, viszont erre más is rájött, sajnos, vagy szerencsére, hogy Európában ezen a területen elég komoly verseny van. Csak azok az országok, térségek tudnak a kerékpáros turizmus piacán hasznos és eredményes termékeket létrehozni, akik észlelik azt, hogy minőségi termékeket kell létrehozniuk. Mivel közel vagyunk a Közgazdasági Egyetemhez, próbáltam Kotlertől a termékdefiníciót felhasználni, és beszélni arról, hogy milyen mag, konkrét és virtuális része van annak a kerékpáros turisztikai terméknek, amely ezt a komoly potenciált ki tudja aknázni. Kezdjük a maggal, az értékkel. Ez is az az értékkel, amit a társadalom számára jelent. Nyilván magas a vendégköltés, erről már beszélt Máriusz is korábban az előadásában. A kerékpáros turista még sajnos sok helyen mindig egy lebecsült turista, úgy tekintenek rá, mint aki kevesebbet fog költeni, miközben a valóság az, hogy 350 eurót költ egy átlagos európai kerékpáros turista a nyaraláson, ami nem egy teljes nyaralás, egy 2-3 napos nyaraláson, és ami magasabb, mint az átlag Európában. És ez hozzájárul ahhoz, hogy 44 milliárd euró gazdasági hasznot termel Európában a turizmus, ami az európai turizmus körülbelül 11%-a. Hogyha a munkahelyeket tekintjük, akkor körülbelül 345 ezer munkahelyet teremt az európai kerékpáros turizmus, ami a munkahelyek 13%-a, a turisztikai munkahelyek 13%-a. Ebből látható, hogy 11-13% magasabb munkaintenzitású az európai kerékpáros turizmus, mint általában a turizmus, és ez nagyon jó, különösen a déli országban, ahol még mindig jelentős munkanélküliséggel küzdenek. Persze Magyarországon mondhatjuk, hogy nálunk a munkanélküliség az már nem probléma. De azért a vidéki térségekben, ahonnan mondjuk én jövök eredetileg Nógrád megyéből, azért nagyon jól jönnek azok a munkahelyek, amelyeket a kerékpáros turizmus, vagy úgy általában a fenntartható turizmus teremteni tud. A
munkahelyek ezekben a vidéki térségekben jelennek meg a turizmus kapcsán. Ez a példa, ez a kép, ez Spanyolország belső területeiről származik. Spanyolországról azt gondolná mindenki, hogy hát tényleg a turizmus tekintetében a világ egyik vezető országa, Európa egyik vezető országa, de még ott is a belső területeken nagyon-nagyon szükség van arra, hogy az Euróvelo 1-es útvonalat, ebben az esetben a Ruta de la Platát fejlesszék, látják, hogy ebből származik bevétel helyben, hiszen a turisták nagy része Spanyolországban is a tengerparti területeken koncentrálódik. A kisebb környezeti károkozás, azt gondolom, ezt ebben a körben nem kell említenünk, egy másik olyan érték, amit a társadalom számára jelent a kerékpáros turizmus. De hát mivel a termékről magáról beszélünk, közben az a legfontosabb, hogy mit jelent, milyen értéket jelent a kerékpáros turista számára maga a kerékpározás. A kerékpáros turizmus egészség, boldogság, kaland, felfedezés. Igen komoly értékek azok számára, akik ezeket fontosnak tartják. Beszéljünk a konkrét termékről, a tárgyasult termékről, a kerékpáros útvonalakról. Jó magam az Európai Kerékpáros Szövetségnél, az Európai Kerékpáros útvonalakkal, az Euróvelo hálózattal foglalkozom, ennek 16 útvonal a tagja, kb. 70 ezer kilométer hosszan Európa szerte, de azért azt látni kell, hogy az Európai Kerékpárút hálózat, az Euróvelo tagjai, ezek csak a jéghegy csúcsát jelentik. A nemzeti, regionális és helyi útvonalak legalább ilyen fontosak. Örömmel láttam, hogy Magyarországon ezeknek a táblázása és kijelölése is elindult, és ugye van egy országos kerékpárút hálózati terv is, viszont azt fontosnak tartom, hogy ez a hálózat sokkal sűrűbb kell, hogy legyen ahhoz, hogy a kerékpáros turizmus sikeres legyen Magyarországon. Az Euróvelo hálózat tagjai és ezek a fő országos nyomvonalak tényleg csak a gerincet jelentik. Én mindenkit arra biztatok, hogy a helyi útvonalakat is nyilván az országos és a nemzeti útvonalak után fejlesszék rendszerszerűen, hálózatszerűen. És az is fontos, hogy ne csak a mennyiség, hanem a minőség is növekedjen. Mi Európában egy minősítési rendszer dolgoztunk ki az Euróvelo utakra, amelyeket azonban lehet használni a nemzeti, illetve a helyi utakra is. Én ajánlom a magyarországi döntéshozók számára is, hogy használják ezt a fajta rendszert. A kerékpáros infrastruktúra minőségére nyilván az egyik legfontosabb fokmérője az, hogy milyen maga az útinfrastruktúra. E tekintetben ugye megint reflektálni szeretnék arra, hogy elhangzott, hogy a német szélcsoportok a legfontosabbak a magyar turizmusban. Hát ők a legérzékenyebbek erre. Tehát az ő minősítési rendszerük az aszfalt minőségét majdnem, hogy magasabb szintre teszi, mint a látnivalókat, amik az útvonal mellett vannak. Ez egy nagyon komoly kihívást jelent, különösen abban az élesedő versenyben, ami az európai kerékpáros turizmus piacán van. Tehát nem elég kitenni a táblákat, az is fontos, de az útvonalnak olyan minőségűnek kell lenni, és a megfelelő útállapotot kell kommunikálnunk is. És talán ami a hálózatosságnak, ezt a diát mindig berakom, azért mert a hálózatosságra egy elég jó példa, ez az Euróvelo 13-as nyomvonal, az vasfüggöny kerékpárút magyarországi szakaszából hiányzó rész, és remélem, hogy egyszer már kihagyhatom majd a prezentációmból, Szeged és Móraholom között, amit az M5-ös autópálya vág ketté. Nagyon fontos az, hogy bármilyen jó is egy adott szakaszon az útinfrastruktúra, hogyha hiányosságok vannak benne, a kerékpáros turisták legtöbbször ezekre a hiányosságokra emlékeznek, és nagyon sokszor ezt meg is osztják mondjuk Facebookon vagy más social media felületeken. Ez minden olyan erőfeszítést, amit a kerékpáros turizmusba teszünk, simán alááshat egy-egy ilyen hiányzó szakasz. Tehát nagyon fontos, hogy a hálózatosságnak és az egész hálózat minőségének egységesnek kell lennie. A táblázást már említettem. Látható, hogy ez a legkönnyebb, legegyszerűbb módja az európai léptékben is a kerékpáros turizmus fejlesztésének, de nagyon fontos, a minőségérzetet is növeli. Örömmel láttam, hogy Magyarországon is új egységes táblarendszer indult. Ez az alap. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy Magyarország sikeres legyen a kerékpáros turizmus területén, az országos hálózat és a nemzeti, és a regionális és a helyi hálózatok is egységes táblázással kell, hogy ellátásra kerüljenek. A szolgáltatások, kerékpáros barát vendéglátóhelyek, kerékpáros túraszervezés, ez is a konkrét termék része. De a kerékpáros barát szolgáltatók
minősítése egy olyan terület, ahol Magyarország még nem indult el. Örömmel hallottam, hogy januárban döntés született arról, hogy az európai kerékpáros barátszolgáltatók közös együttműködését itt kezdjük el kidolgozni. Én nagyon bízom benne, hogy a hazám lesz az első, ahol egy ilyen közös európai rendszert el tudunk indítani. A kerékpáros turisták persze csak akkor hallanak arról, hogy hova is tudnak menni bringázni, hogyha megfelelő weboldalak és applikációk megfelelő információt biztosítanak erről. Én de megint ide tettem jó példaként a svájci rendszert. Én bízom benne, hogy Magyarországon is lesz egy olyan weboldal, és lesznek olyan applikációk, ahonnan valamennyi aktív turisztikai módnak egy helyről egységesen információt tudunk szolgáltatni. Ez azért fontos, mert mi európai szinten az euroveloldot.com oldal üzemeltetői csak közvetlen linkeket teszünk bele az oldalra, a nemzeti oldalakra, így mi irányítani tudjuk a kerékpáros turistákat, de részletes információval mi nem szolgáljuk ki őket. Ezért fontos az, hogy a nemzeti rendszerek kiépüljenek. Mi magunk szintén létrehoztunk az idei évben egy applikációt okos telefonokra, amely szintén inkább promóciós célt szolgál. De rajtunk keresztül, az Európai Kerékpáros Szövetségen keresztül európai kerékpáros turisták millióit tudunk arról tájékoztatni, hogyha Magyarországon végre elkészül ez a weboldal. Fontos az, hogy milyen képeket és üzeneteket osztunk meg ezeken az oldalakon, szintén a virtuális termék része, és ezeken az üzeneteknek mindenképpen átütőnek kell lennie, nem feltétlenül hollywoodi sztárokkal, én is jól leszek, vagy én vagyok a képen, de az üzeneteknek nagyon egyértelműnek kell lennie. Ezután a terméknek egy olyan részéről szeretnénk beszélni, amely mindenképpen kívül esik a kerékpáros turisták látószögén, a szervezetről a háttérben. Vannak különböző modellek, van, ahol egy szereplő, egy nemzeti koordinátor van. Magyarország is ilyen volt eddig a minisztérium koordinásával. Ez nem egy egyedi dolog, más országban is van ilyen. De mi azt szeretnénk, ha minél inkább több szereplős koordinációs központok jöjjenek létre. Úgy, mint például Írországban létrejött egy ilyen a különböző szereplők létrehozásával, vagy mint Franciaországban, ahol valamennyi régió a nemzeti szint közösen hozta létre. Ezért jött létre például Dániában a Dán Kerékpáros Turizmus Koordinációs Szervezete, amely az összes régiót, megyét, nemzeti szintet összehozta. Vagy Hollandiában a FIS Platform szintén egy ilyen szervezet a kerékpáros turizmusban, illetve Svájcban valamennyi aktív turisztikai módra jött létre ilyen szervezet. Nem mondok több részletet erről a diáról, mert elég sok szó van rajta, gondolom, hogy a prezentációk meg lesznek osztva. Ez a koordinációs központ téma egy elég bonyolult történet, de ezért örülök nagyon annak, hogy Magyarországon is elindult az AOFK létrehozása. Bízom benne, hogy az együttműködés a különböző szereplők között része lesz ennek, és nagyon, nagyon biztató volt, amit eddig hallottam annak kapcsán, hogy ez milyen fontos. Remélem, hogy ennek a governance, az irányítása kapcsán is bevonásra kerülnek a különböző szereplők az aktív és ökoturisztikai fejlesztési központban. De annyit beszéltem a különböző technikai dolgokról, szeretnék visszatérni arra, hogy mi is valójában a kerékpáros turizmus. A kerékpáros turizmus az alapvetően víz és napsütés, a kerékpáros turizmus mozgás és friss levegő, a kerékpáros turizmus az felfedezés, a kerékpáros turizmus kaland, a kerékpáros turizmus az lehet lassú és lehet gyors. A kerékpáros turizmus az idő saját magunkra. És a kerékpáros turizmus vidámság a barátokkal, és a kerékpáros turizmus végezetül mindenkié. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy inkluzív kerékpáros turizmust fejlesztünk Magyarországon, mert csak akkor lehetünk sikeresek. De bízom benne, hogy ez menni fog. Köszönöm szépen a figyelmet.